A macska vagyok, aztán az égy. Köszönjél. Sziasztok. Jó reggelt. Szavaztok. Itt vagyunk. Ne csaplak majd. Olasz Gábor. Nem szabad megsimogatni a kutyát, mert ez bolond. Nem száll le rólad. Ezt veszem észre. Na, Ákos. 660 háztűznézés. Igen, kiválasztott. Ez a hol is kezdjem kategória. Hogy tetszik? Mondjál valamit. Látom, hogy nyakam van fújva, kipufogó, de... Nyakam van fújva, mivel? Az egész meg van fújva, szépen izével, a szilikonnal ez. Ó, hát az mindegy, első takarításnál nem érül le körülbelül úgyis. Nem az arra jó, hogy legalább hozzáragadja. Nem szilikon. Nem? Lak? Ez én specialitás. Saját specialitás. Akkor nem áruljuk el. Van rajta egy zsír 50-es lemez. Lánc. Zsírlánc, azt a kurva. Figyelj, úgy nézd át, mint valami profi szerelő. Hát attól messze leszek. Oda néz, még finom szűrő is van rajta. Jobbik fajta szűrő különben. Műanyagos. Hákos, indítsd el. Na bárhelem még, ameddig meg hengerfedel. Ha mit akarsz hengerfedél alatt? Körülnézni gyári hengere, ilyesmi. Biztos, hogy gyári. Gyári, ezt tudom, hogy ezen gyári minden. De igazad van, meg kell nézni végül is. Az a biztos, ami biztos. Vigyázz, mert ott pancs van. De egyáltalán húzd meg, hogy van-e benne kompresszió. Most érted, kiveszed a gyertyát. A másik fajta ezekhez való. Micsoda? Ja, hengerfedelet akarja levenni, megnézni a henger, tudod? Fél, hogy nem gyári henger van rajta. Biztos, ami biztos. Egyébként rossznak nem tűnik. Bár ugye 26-os se tűnt annak. Na jó. 26-osod az, az marha szép volt az a 26-os, de az meg nagyon volt baszva a kozmáltató. Majd mindjárt aztán körbe megyünk egy ilyen 10 percet, azért megmutogassuk, hogy mik vannak, mert van azért itt látnivaló. Ha már itten átbicikliztünk, igaz? Ja. Autó hiányába. Akinek nincsen lova, üljön szamára kategória. Ennyi. Na, azt, hogy elment dolgozni, azt vitte a kocsit. Hát most nem tudok mit csinálni. Az eredeti Stihlhauer. Stihlhauer! Mahler! Mahler, tessék! Nyugodt vagy, Ákos? Nyugodt vagy. Jártam már. De alud összerakja a gege, aztán be kell indítani szépen. Azt fogjuk meghallgatni, meg izélni. Az sok mindent elárul. Nem ment már két hónapja biztos. Igen? Igen. De üzemanyag van benne? Nem tudom, mi a faszt indítgasson. Szerelő, minek indítgasson? Hát most egyszer jól. Hát nem. Ezt magamnak csináltam. Ez nem volt terbeladás. Ja, azért mondjuk el, hogy ezek ilyen izék a feljavított fűrészek, de izék a teljesen gyári alkatrészekből, igaz? Itt nincs nagyon után gyártott. Max Meteor dugattyú, nem? Jó, de olyan van, hogy te is Meteort használsz dugattyúban. Tehát annál lejjebb nem adod, nem? Dugattyúban nem nagyon. Kutya közben izéli. Mindjárt beeteget itt egy kört az udvarra. Rá van izgul arra a traktorra, nagyon. Rá izgul. Legyeket hagyj. Ismerős, ez már láttam itt te, nem? Vagy valami ehhez hasonlót? Szétbasztál így. Ja, az a jó. Több munkában. Basszál csak szét.
Ez is valami, ha létkőpofogós entézi. Addig kinyomom, amíg szerelsz, megvárjuk, még összeszereled, azt a jákosan indítja. Jallok ide, a napra teljesen megvilágosodni. Tegnapi nap után megy már 660-as indítás. Ja. Úgy szelepet, ja. Mi a szelep? Nem gyári a henger, mi? Nem gyári, ugye? Hopp. Nem ment két hónap, ugye? Nincs rossz hangja, szerintem. Várjál vele, annyira nyers ez a motor, meg hallani is, hogy szegényes, még nagyon neki alapjára. Még be kell ezért állítani. Én azt mondom, hogy egyenlőre nézzük meg, majd elvisszük, vagy mit tudom én, azt megnézzük, jó? Beállítsuk majd nálam, azt a szépen megjáratjuk délelőtt a udvar, nem fog azért ott elpötyörög. Mert tényleg, ahogy mondja Gábor, a kollega, ő nem foglalkozott vele különösebben. Egyébként a Gábornak gyengéje ez a kontroll. Összerakja, aztán kész. Na, nézzünk körül, mi van itt még. Jó. Ennyi. Bízok magamra. Gyere, Ákos. Először betörünk a műhelybe. Kerülgetem ezt a... Ja, ez a egész. Gyere, menj előre. A műhely, ezt már lehetett látni Facebookon is. Itt volt a Barnoszki Csabi. Ja, az asztal az már ismerős. Szentély. Saját gyártású izé, páncélező, ugye? Yeah. Ez a gyári. Uh-huh. És ez milyen oregonos stílus? Tekomek, azt hiszem. Tekomek. Nem tudom, hogy... Jó az. Ez van most benne a profilképen. Nem, ott van kint, nagy. Ja nem, az a kontroll van kint, ott van a kint. Milyen gépek vannak itt, oda nézz, Ákos. Tiszta paradicsom. Csupa stíl, pont neked való, mi? Ja, 461, az marhán tetszik oda, ugye? Az új, azt... A gyűr új. Azt... dobozosan vetted, ugye? Igen. Ez parádés az a gép, az. Igen, mert ezt honnan tudtál rá szervezni? Ha köl, akkor tud neked szerezni ilyet. Akkor... Na jó, visszabeszél. Nem mondtam már 3 hónap. Adja a szivatót még neki, nem is durva. Azaz.
jobban tetszik? Az a baj, hogy ez nem eladó. 270. Ha már minden eladó. Ez, van ez zsirúj. Ez annyit ment, hogy a dobozból ki lett véve. Dobozból ki lett véve, meg volt nálam egyszer próbálni, vagy mi a tököm egyszer elvittem. Ja, ez volt az alig van, 462-ek? Alig, ha nem. Már nem tudom pontosan, de azt hiszem ez. Nem tudom. Ez marhán tetszik. Ez parádés, hát mondom, ez dobozos. Maga könnyűhoz képest, hogy tudom, hogy nagyjából hogy mennek. Hát faszán, 461. Azért 660, úgyhogy... Figyelj, ez 77 köbcenti, meg 6 lóerő, az meg 92 köbcenti, meg 7,5 majdnem a lóerő, ezt úgy is tudod, nem? Ennek nem tudtam az adatait pontosan, csak azt is, hogy ez is 6 lóerő körül van valahol. Annyi. Kereken 6 paci. Nem marha jó kézre. Pedig tenap még szittad azt a körfogantyút. Az azért se tetszik, de akkor azért szittem, hogy a cserélni kellett. Ja, főszerelni, ugye? Na, nézzük meg a többit. Nézzük meg a többit, Ákos, aztán, mert érkezdünk ő. Ott van ominózus 362, ez már szerepelt. Drusba videóban. Itt van egy fasz a 260-as. 025-ös, az legenda. Meg ott van egy 661, ez is szerepelt már. Drusba videóban. Ez viszont még nem. Bevállalod? Ha. Mi? Na. Hát ez fész tőle? Tehát dekó szelep nélkül bele kell állni. Elindul az. Vigyázz a boros flaskákra. Ja. Olyan súlya van, hogy ezek természetesen arosabb. Vigyázz, hogy elindul. Ezt hallod? Ezt is a Barnóckival csináltattad? Ezt a Ja, ezt a Kohler füzét festötte. Menj ki! Megdöglünk a pannónia. Hát ezzel sem maszkálnék egész nap, annyi biztos. Pedig egy időben ezek nagyon ezek voltak. Eddig jó, de... 0-50-es ez mikori? 70-es évek eleje. 60-as, 70-es évek eleje. Itt meg egy másik 461-es bontódik, hogy mi van ezzel. Na, még itt kint, ha ma körülnézünk, aztán húzunk ám a picsába. Nem zavarkodunk, de ha már egyszer átjöttünk kamerával, azért itt van mit mutogatni. Azért itt van mit mutogatni. Itt vannak a Barnóczky Csaba féle által felújított veterán gépek. Méghozzá, mi az pontosan? 08-as, van egy est. 070-es. Meg még lesz 07-es. Ja, az még ott van a Csabinál. Meg 090-es szeretnénk. Még egy 090-est. Illetve egy FS 450 ott feszül fönn. Az is nemrég lett összerakva. Ákos. Bevallod, hogy elindítod valamelyiket? Ezek mind... A 450-est. Ezek mind üzemképesek. A izét, azért azt a egyet kap le ott a sarokból. Aha. Olyan még nem volt a kezedben. Nem, de szerintem ki is potyog, olyan nehéz lehet. Hát van súlya. Óvatosan. Várja. Nehogy már a festéket tudod. Várja inkább leve. Úgy, ja. Azt indítsd. Ezt már május elsőjén indítottuk mi. Igen. Csak a balfaszoskodtunk. Élő műsorban. Ez a 60-as, vagy melyik ez?
0,60. Szélkerék. Elpárolgott? Vagy nem is volt? Megint bal faszonyok hozzá. Hívd fel megint a Barnolszkit. Jó, hagyjad, nem muszáj elindítani. Ott vagyok a... Kis Ákos, tedd le gyorsan, mert még ez is megfertőz téged, a veterán. Ez nem kéne. De úgy így szép így pócon, igaz? Így igen, de... De működik, 70 éves. 70 éves. Igen. Amikor eltalálom azt a fordulatot, hogy... Melyik a idős? Melyik itt a legöregebb egyáltalán? Kettő közül valamelyik, mi? Vagy meg a 70-es is. A 70-es fog most menni a Barnolszkihoz, mert legközelebbre? Meg a 40. Ja, meg ott a 41-es. Ez tőlem való, igaz? A 41-es. Ott van hozzá felújító szett, igen. Felújító szett. 41 felújító szett. Kertbarátból. Nem. Nem, ha Szakács Csabi, mi a neve? Szakács Peti? Peti. Peti. Jó volt távú. Na, Ákos. Mi legyen? Szerintem teszteljük. Elvisszük, megnézzük. Elvisszük, teszteljük, járassuk. Aligassuk, vágsz vele, aztán eldöntöd. Nem erőszakad is nótól. Gyönyörű. Nem kér, gyönyörű hangja van különben, tényleg csak hát az, ahogy még nyers. Nem kír, hát most nagyon vastag fája, úgyse lenne, mert tűzifalat kéne összevágni. Kinek? 20 centiseket, melyik otthon. Neked? Ja, jövő évig. Már idén. Ha kalodába tudsz majd vele. Na jó, van, ez ennyi lett volna innen ez a bejelentkezés. Majd jövünk otthonról, addig is. Aliho. Sziasztok. Hogy? Most így, hogy üres a tank, rá kéne verni a szivatót. Persze. Üres volt a tank, de most ő tankoltad. Az lett még érdekes, hogy ebben a dülöngélésben hogyan vagdalok, de valamit alkotok, ha nem is vágom a... Hát figyelj, alá kell izélni a spékelni valamit. Eddig elindítottam a kötyöreket. Na nézzük azt a... Fégász kellett még megjön, be lett állítva a gép, ugye Ákos mondd-e? Meg igen. Egész nap járattuk, igaz? Igen, meg a dekompresszor szerepet kicserélve. Ki lett cserélve, mert az is eresztett még, illetve a félgáz funkció volt beteg, hát most igen, ezt most sikerült megjavítani. Tehát egészen apró kis hibák voltak, de amúgy gyönyörű hangja lett most már, hogy egész nap jel lett járatva, úgyhogy besimult. Mennyi, egyedül ez a lakka teli befújás. Hát az majd lekopik róla. Szergálja a szememet, de két év aztán már nem lesz rajta. Amennyit használom, ugye értem annyit. Ugye hamarabb indult, ugye? Yeah.
oda férsz, nem? Nem férsz oda? Ha. Elvágjam keresztbe, vagy ide? Ne vágd el, persze. Vágd szét a fontba. Ütőbe? Ja. Kíváncsi vagyok. Hányi fog a láncnak? Még azért érezni a műanyag szagot, ugye? Meg a... Ja, meg a laknak is van szag, ja, rendesen. Meg a kibufogó. Majd hát lemegy. Szerintem fasza lesz. Tök jó lesz. Nekem tetszik. Ez a lényeg. Az ára teljes mértékben megérte. Az meg nem is, ne is, ne is publikáljuk, hogy mennyibe került, mert hát az kurva olcsó jutottál hozzá. Tényleg. Kurva olcsó, nem volt hű, de olcsó, de... De állapotához képest viszont ja, igen. Ja. Úgyhogy, na. Annyi, hogy még majd rendbe szedjük a berándódeklit, mert ugye azért elég kopott a ja, festés. Azt Ákosnak megígértem, hogy azt ha leszedi, majd otthon, lesz rá ideje meg kedve, aztán legközelebb, ha jön, akkor kap egy jó kis, hát a szinterezés nem is, de egy nitrohigítós tisztítás után egy ugye izébe a rajszámmal megegyező színne, megvan a stílnek, ugye ez a 70-35-ös ipari porfestéke, nekem motív sprékbe, ezt már mutogattam egyébként, tehát egészen jó időt áll, az a baj, hogy az alumínium egy idő után lepattog, azzal nagyon nem tudsz mit csinálni, újra kell majd folyogatni, mit tudom én, 2-3 évente. Ha. Végül is egyébként annyit nem megy, mert nem, hát kalodázni lesz használva, meg oda, ahova 361-et sajnálom nyigatni már olyan vastag. Ne. Meg hát döntögetni persze. Meg vagy vele elégedve. Nagyon tetszik. Aztán ha nem, akkor is el tudod adni még hozzá, olyan jó pénzére el fogod tudni adni, hogy még jól is az lesz ki belőle. De szerintem ez kár eladni. Ha valami baja van, akkor inkább megjavítatom, mint megválok tőle. Hát a 660 az 660-na. Igen, igen. Na jó van, ez ennyi lett volna. Szevasztok!